Véget ért a 200 órás újraélesztési világrekord. Befejeződött a vizes blokk felújítása a százszor szép tagóvodában. Hónap műhelye díjat nyert a Dunaferese kajakkenu szakosztálya. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. 200 órás folyamatos újraélesztéssel jegyezték be Dunaújvárost a Magyar Rekordok könyvébe. A feladat 30 nyomásból és 2 befúvásból állt, amelyet egy speciális babán kellett elvégezniük a résztvevőknek. A kísérletet 4-4 órás váltásban 2 tanú folyamatosan felügyelte, hogy a rekordot hitelesíteni tudják. A próbatétel, amelyhez több szervezet és magánszemély is csatlakozott, augusztus 22-én reggel 8 órakor kezdődött, és augusztus 30-án 16 órakor ért véget. Így kezdődött városunk nagyszabású rekordkísérlete 8 nappal ezelőtt. A dunaújvárosiak egy közös cél érdekében fogtak össze, a 168 órás újraélesztési világrekordot megdöntve egy 200 órás új csúcs felállítására vállalkoztak. A nem mindennapi próbatétel augusztus 22-én reggel 8 órakor kezdődött, és azóta megállás nélkül érkeztek a kezdeményezés támogató csoportok és magánszemélyek. A rekordkísérlethez csatlakoztak például a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia és a Duna Felsport Egyesület röplabda szakosztályának sportolói, a Bartók Kamara Színház színművészei és dolgozói, a Szent Pantaleon Kórház főigazgató főorvosa és munkatársai, de a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 10 fős csapata is hozzájárult az új világcsúcs felállításához. Egy óra megállás nélküli újraélesztési gyakorlattal. A rendőrség csoportjának koordinátora Kőhalmi László nagyon fontosnak tartotta, hogy ők is részt vegyenek a próbatételben. Minden embernek szüksége lehet arra, hogy tudjon újraéleszteni, tudja, hogy mi az a újraélesztés mikéntje, hogy kell ezt csinálni, hiszen nem tanuljuk az iskolákban, nem tanultuk az iskolákban, viszont nekünk ugye a rendőrség részéről alapvető feladatunk, hogy kiírunk egy baleset helyszínére. Az utcán bármikor történhet olyan, hogy rossz lesz az ember, és a rendőr ott van, tudjon újraéleszteni, tudja, hogy mit kell csinálni az újraélesztés során. Mik azok a fogások, amiket meg kell tennünk ahhoz, hogy egy emberetet megmentsünk, hiszen ez alapvető emberi kötelességünk. A DSTV stábja is fontosnak tartotta, hogy csatlakozzon a megmozduláshoz, ezért egy órán át a szerkesztőség tagjai állták a próbát, így hozzájárultak a kitűzött cél eléréséhez. A rekordkísérletnek azonban a vártnál nagyobb sikere lett, hiszen nem csak városunk állt az ügy mellé, hanem az ország más településeiről is érkeztek a segíteni vágyók. Így például a nagy sikerű budapesti zenekar az Intim Torna Illegális támogatta a kezdeményezést. Az a nagy helyzet, hogy mi Dunaújvárosba járunk most már, mondhatnám, hogy hagyományszerűen ide a moziba, azon belül a Galéria Jazz Clubba, és mindig mondhatom, hogy nagy sikerű koncerteket adunk itt, és nagyon szeretnek itt minket. És a klubnak a vezetője felhívott, hogy lesz itt egy ilyen akció, és hogyha van kedvünk, meg hogyha tényleg egy kicsit érzékenyek vagyunk az ilyen történetekre, akkor várnak minket ide sok szeretettel. Nem kellett tehát rábeszélni, mi azonnal jöttünk, meg bármilyen tényleg olyan dolog van, ami egyébként tényleg civil kezdeményezés, vagy bármilyen ehhez hasonló, tehát az, hogy jobbá tegyük mondjuk az emberiséget és a környezetünket, abban mi mindig benne vagyunk. A feladat 30 nyomásból és 2 befúvásból állt, amelyet egy speciális babán kellett elvégezniük a résztvevőknek. A kísérletet 4-4 órás váltásban 2 tanú folyamatosan felügyelte, hogy a rekordot hitelesíteni tudják. Gyakorlatilag teljes mértékben felügyelet alatt zajlik a rekordkísérlet. A rekordkísérlet legfontosabb tényszerűségét kell majd a tanúknak igazolni, nevezetesen az, hogy a kísérlet teljes időtartam alatt szakadatlanul folyt az újraélesztési bemutató. Ez azt jelenti, hogy bárki bármikor ide érkezik a kísérlet alatt, akár a hajnali órákban is, neki újraélesztési bemutatót kell a helyszínen tapasztalnia. Az előző 168 órás rekordot augusztus 29-én délelőtt már megdöntötték, de a jelentkezők nem hagyták abba a gyakorlatot, ugyanis a kitűzött célhoz, vagyis a 200 órás csúcs felállításához augusztus 30-án 16 óráig folyamatos újraélesztésre volt szükség.
Befejeződött a vizes blokk felújítása a százszor szép Tagovodában. A munkálatokban a szülők, a pályázatot kiíró cég, a Hild József szakközépiskola és városunk önkormányzata is segítséget nyújtott az óvodának. Most szent víz alatt az a cég folyik, és a felmérésen a vezeték már kikerült a helyéről. Ezek a felvételek még júniusban a munkálatok megkezdésekor készültek. A százszor szép Tagovoda pályázat útján több mint 500 000 forintot nyert az intézmény mosdóinak felújítására. Ezeken a felvételeken pedig az látszik, hogy milyen lett az intézmény felújított mosdóhelyisége. A munkálatokban a szülők is nagy szerepet vállaltak. Nagyon jó érzés, így van, hogy végre, ugyebár úgy láttuk, hogy az első két csoport ilyen állapotban van, ezek is olyan állapotban voltak, és hogy végre azért valami már azért szépül itt az óvodán. Az óvoda a Hankook Tájér értékteremtő pályázatán keresztül jutott a felújításhoz szükséges összeghez. A kivitelezésben nem csak a szülők segítkeztek, az intézményt, a pályázatot kiíró cég, a Hild iskola és városunk önkormányzata is támogatta a projekt megvalósításában. Az óvoda vezetője mindenkinek megköszönte a segítséget, aki valamilyen formában hozzájárult a felújításhoz. Mai nap arról szólt, hogy azokat az embereket hívtam ide, hívtuk ide a kolléganőkkel együtt, akik ebben a munkában részt vettek. Tehát a szülőket, a Hankook igazgatóját, a képviselő urat, a szakközépiskolának az oktatóját, akik ebben a nagy munkában tényleg kivették részüket. A közel két hónapig tartó munkálatok során teljesen felújítottak két csoporthoz tartozó vizes blokkot, kezdve a vezetékek cseréjétől egészen a csempékig. Nagyon nagy örömmel jelentettem, hogy a százszor szép oda, amely a körzetemben van, tavaly évben megkerestek, hogy szeretnének pályázni a Hankook pályázaton. Az idejében elnyerték a pályázatot, és amint láttuk is, gyönyörű szép új mosdóhelyiséget, illetve WC-t kaptak. Ebben az önkormányzat is kivette részét, illetve próbáltunk segíteni olyan apró dolgokkal, amivel kényelmesebb, illetve olcsóbbá tettük ezt a beruházást. Ezzel azonban nincs vége a felújításnak. A képviselő hangsúlyozta, a jövőben is szeretnék folytatni az óvoda környékének rendbetételét. Hónap műhelye díjat nyert a Dunaferesek kajak-kenu szakosztálya. Az elismerést az Egyesület júliusban elért eredményei miatt kapta meg a klub. Kajak-kenu majd 9-10 éves korban szoktak elkezdeni a versenyzők, vagy a sportolók, inkább azt mondom, akkor még nem versenyzőről beszélni, sportolók megjelenni és sajátítják el a mozgáskultúra alapjait. A Dunafer esek kajak-kenu szakosztályának elnöke arról beszél, milyen korban érdemes elkezdeni az evező sportokat. Az utánpótlás.hu, a Magyar Olimpiai Bizottság, valamint az egyik nagy sportáruház által meghirdetett akcióban összesen 6 szakosztályra adhatták le voksukat a szavazók. A kuratóriumi döntés alapján a dunaújvárosi kajakkenusokat sorolták az első helyre, így a Dunafer SS szakosztálya nyerte el a hónap műhelye kitüntető címet, valamint az ezzel járó 500 000 forintos jutalmat. Ez valami nagy csoda, vagy nem is tudom, tehát nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy éppen a dunaújvárosi Dunaferese kajakkenu szakosztálya lehetett az országban az a műhely, aki ezt a címet megkapta. A 2014. július 1 és 31 közötti eredmények alapján meghirdetett versenyben a Dunafer SE kajakkenu szakosztálya végül a harmadik legtöbb szavazatot kapta a mezőnyben, de a szabályok alapján ez csak részben számít bele a végső eredmény kialakításába. A díjat én azt gondolom, hogy a júliusi teljesítményünk alapján főként azért kaptuk meg, mert idén 2014. júliusában volt Szegeden az ifjúsági és U23-as síkvízi kajakkenu világbajnokság, és ezen a világbajnokságon a mi versenyzőnk, Hajdú Jonatán, kétszeres világbajnok lett, és egyszeres ezüstérmes, összességében már négyszeres ifjúsági világbajnok, egyszeres ezüstérmes, és egyébként egyszeres ifjúsági Európa-bajnok is, a sok-sok egyéb nemzetközi címe mellett. Azzal, hogy a szakosztály elnyerte a hónap műhelye díjat, esélye van az év műhelye címre is. A szakosztályvezető elmondta, a pénzjutalmat a versenyzők felszerelésére fordítják. Vasárnap fokozatosan megnövekszik, majd megvastagszik a felhőzet. Eleinte csak elszórtan, késő délutántól, nyugaton egyre több felé várható eső, zápor, zivatar.
az északi északkeleti szél estétől megélénkül. 25-29 fok közötti nyári meleg lesz a nyár utolsó napján. Kérem, tekintsék meg főbb híreinket még egyszer, röviden. Véget ért a 200 órás újraélesztési világrekord. Befejeződött a vizes blokk felújítása a százszor szép Tagóvodában. Hónap műhelye díjat nyert a Dunafer ESE kajakkenu szakosztálya. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.